Szeretettel köszöntök mindenkit. Akár csak a polgármester, aki is úgy látott, hogy határozott képes a csapat. Szeretnék jegyzőkönyvet kérni. Ki nem volt mind. Jelöl, Bocsánat, Olivier leszel, te mint az olyan, de jó, köszönöm szépen. Jó, rendben lesz, Olivier, köszönöm. A napi rendi javaslatot mindenki megkapta. Kérdezem, hogy egyetértel elfogadjuk-e a napi rendet? Egy hangúan, köszönöm szépen. Na, az első napi rendi pont a 2019-es költségvetési rendelet módosítása, illetve a véleményezés és polgármester ura előterjesztő. Köszönöm szépen a szót. Kiküldésre került az anyag, és ha végig szeretnétek lenni rajta, akkor mindenhol meg tudjuk mondani, hogy mikor mi történt, illetve a tárházatok olyan is lehet látni azokat a megjegyzéseket, ami miatt a különböző kompenzációk, változások megtörténtek. Ugye ilyenkor az állomásztartási törvény előírja azt, hogy az év végén a kiküldött normatívák és a évvégi tényadatoknak az összesítése, összegzése megtörténjen, és ezt a testületeknek el kell fogadni. A kollégám Zsuzsi az most kórházban van sajnos, úgyhogy ő nem tud itt lenni, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy szeretnétek, akkor soroz végig lehet tenni a táblázatokon, és az éppen aktuális kérdésekre megpróbálok válaszolni, hiszen fontos az, hogy mindenet is, mindenki tisztában legyen. De én átbeszéltem el ezt a táblázatsort, megbeszéltük, nem tudom, hogy van-e kérdés a tisztelt bizottság részéről. Ugye majd az elszámolás meg is majd meg fog történni természetesen, de ezzel kapcsolatban ugye most ez egy kötelező feladat, amit... szöveges részben a beruházások kába, ugye ez a negyedik hasorot átkerült onnan ide. Ja, K7-es, K6-os? Igen, és hiszem, hogy az óvodánál volt egy működési kiadás, mivel mind az is egészen kicsi, tehát nem jó, próbálom gyorsan végignézni. Ja, a K7-es az... Nem, azért mondom, hogy ott van egy ilyen, az rendben. Én is nem találtam olyat, ami valakinek kérdése hozzá. Nagyon részletesen foglalkozom, mert tovább kértem. Oké. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja a rendeletben foglaltokat, amit a módosításban foglalkozom. Igen, Ekaló, köszönöm. A következő napi rendi pont a 2020-as közbeszerzési terv, szintén polgármester urat. Ez is egy ilyen. Köszönöm szépen. Ez is egy ilyen kötelező feladatként szükséges dolog. Minden évben a közbeszerzési terv elfogadásra meg kell, hogy történjen.
ugye ezeknek megvannak azok a háttér adatai, ami alapján ezt a tervet kiküldtük és javaslom elfogadásra. Ebben az évben ugye jelenleg egyetlen egy olyan beruházásunk folyik, ami a közbeszerzési terv kapcsán is ezzel érintettként szerepel, ugye az a megyeri fasor. Az elmúlt évek tapasztalatai során mindig azt tettük, hogy amennyiben pályázati vagy egyéb forrás lehetőségek kapcsán tovább tudunk lépni, akkor ez a közbeszerzési terv módosításra kerül. Én azt gondolom, hogy a leírtak alapján el lehet ezt a tervezetet fogadni. Javaslom a bizottságnak, a tervezetőnek, hogy támogassák. Valakinek kérdésé szerint ez alapján az látszik, hogy nem tervezünk előre, amennyiben van lehetőség, akkor megvizsgáljuk, hogy kell közbeszerzést a jogszabály alapján kívül. Kérdezem, hogy elfogadja a bizottságon a közbeszerzési tervet egyhangúan a szavazás igennel. Harmadik napirendi pont a környezetvédelmi bizottság által kidolgozott közösségi közlekedési koncepcióról véleményezés. Ezt mindenki megkapta. Én a Gábor, aki ugye a környezetvédelmi bizottság elnöke egyben, szeretném kérni, vagy van-e kérdés, egy nagyon röviden ismertesse Gábor, abban foglalkozik, és amiben ott beszéltek és megállottak. Akkor összefoglalom gyorsan, a hétfői ülésünkre mi ezt picit már módosítottuk, és erre úgy került már papírra, azt hiszem, hogy talán az Ági most hozzá. Én akkor ezt fel is olvasom, szerintem az a legegyszerűbb. A közzétett, köszönöm szépen, PDF-ben, vagy azzal kapcsolatosan esetleg van valakinek kérdése. Jó, akkor a módosított határozat, a javaslatot akkor felolvasnám. A határozat javaslat, egyes pont, Pocsmagyar Közösség Önkormányzatának képviselő testülete a közösségi közlekedés javítása céljából felveszi a kapcsolatot a volántársaság területek illetékes vezetőjével. Második pont, a képviselő testület megvizsgálja Surány 4-ben egy buszmegálló létesítésének lehetőségét és az ügy elindítását a volántársaság felé a polgármester megbízásával. Hármas pont, a képviselő testület felhatalmazza a Környezetvédelmi és Közgazdálkodási Bizottságot egy kérdőív kidolgozására, melynek segítségével mérhetők a lakosság igények a helyi, helyközi közlekedés tekintetében. Négyes pont, a képviselő testület kezdeményez egy kerekasztal megbeszélés Szigetmarostól és Rajtókfalu és Kisoroszi képviselő testületével a településeket összekötő helyi busz létesítésének céljából. Tehát így szól a határozati javaslat. Kérdés hozzánk? Nekem csak annyi, hogy akkor picit majd előre mennek, hogy aki negyedikén van a Népszigeti polgármesterre a egészségügyi ellátással kapcsolatban egy megbeszélés, akkor én ott rögtön felvettem ezt a témát, egyetért fel a bizottság. Köszönöm szépen. Mármint, hogy elfogadom, nem kell szavazni. Nem, csak én csak próbálkozni. Köszönjük szépen. Én annyit tennék hozzá, hogy ugye egy alapvetően a legfontosabb, ami a pénzügyi bizottság szempontjából érdekes, az a busz megálló létesítése, azt amennyiben erre bármilyen legkisebb lehetőség is látszódni élődik, akkor azért szeretném, hogy annak az anyagi vonzatait, tehát a költségeit minél hamarabb vizsgáljuk meg, hogy ez a lehetőség számol. Már erre beszéltünk hétfőn, elvileg már volt erre egy próbálkozás pár évvel, az Ági azt mondta, hogy majd közzé teszi ezzel kapcsolatos... 2003-ig visszamenőleg van az iktatókönyvben anyag, tehát hogy az első ilyen témakörben lezajlott beszélgetés, egyeztetés az 2003-ban van. Kollégák emlékeznek rá, hogy akkor itt volt a Magyar Közéktól is, meg a Volánbusztól is egy. Azóta is volt már egy, de az a... Biztos, hogy azok az állapot. Kicsit korábbi, de...
Van, biztos, hogy kell, hogy legyen, én elkezdem, majd megnézem. Keresték a kollégák az óvodának a pincéjében, az irasztályban nem találták még, mert sajnos, de keresik tovább. Jó, egyébként itt van nálam a... Azért küldtem, hogy itt van az aláírás gyűjtésen elmondtam. Ugye szóljék volna, ezt körülbelül, ha gondoljátok. Ennyi aláírás érkezett, jó, mert itt oldalán szeretnék a során ügyes buszmengállót 40 meg 22. De néhány monostori című aláírás is van, hogy 10 darab kik van. Azért mert lehet, hogy hozzájtos például az utcáról, hogy megtalálkozik. Jó, tehát igazából, ha előrébb jutunk, akkor azért ennek a költség vonzataival is legyünk tisztában. De egyébként lehetséges, lehet, hogy az út semmi ilyesmi bevezetése nincs senkinek. Hogy megvalósítható, tehát hogy végülis az... Fizikailag megvalósítható, tehát hogy ha lehet volna lehetőség, már megvalósítottuk volna azzal, hogy leteszünk egy táblát, és álljunk meg a busz. Annak idején buszmegálló, azt hiszem beszéltünk erről, buszmegállóval több kezdve Fedetvárót és ilyenekben zebrát is kérnének, és a legközelebbi utcáig járdarészt kérnek, tehát ami a közvetlen, tehát elnyelre emlékszem, de ezt várjuk, hogy várjunk meg, hogy odaadjuk ezt az anyagot, mert ennek megvan a tényleg. Tehát, hogy van ilyen feltétel. Így van, van egy feltétel. Most kérdés az, hogy tudunk ezzel valamilyen módon lazítani. Ugye ilyenkor szokott az élni, hogy az önkormányzat fővállalja ennek a felelősségét, hogy akkor így megállhat a busz, mert volt már erről szó. Én ezt egy kicsit óvatosan tenném, azt hiszem két éve volt, mikor a Surány három nagy gyereket elcsapta, az kifutott a busz mögül. Gyuri, aki ment ki, azt hiszem, hogy több volt már ilyen. Tehát ha nincs meg a feltétel, és mi fölvállunk egy olyan felelősséget, amit nem tudunk kontrollt tartani, én nem tudnám megtenni, és nem szeretném. Jó, tehát nézzük meg a lehetőséget. És ezt a következő testet ülésre szállítani próbálom azt az egyobaterjes mértékben. Jó. Mert nyilván mindannyiunknak érdeke, hogy szabályosan és biztonságosan létesüljön bármilyen jellegű, de ha lehet csinálni, és hogyha ki tudjuk dolgozni, meg tudjuk oldani, biztos, hogy egy nagy előrelépés lenne. Oszlopunk a kapunk, akkor már megállhatna a buszt. Tehát amúgy is az átjogatban is már egy fölöslegessé vált, túl sűrű vannak a falunk belül is a buszmegálló. Tehát meg kell, hogy maradjon a régi orvosrendelnél, illetve esetlegesen a régnél úgy is át kell helyezni, és akkor nem kell több. Ja. Teljesen feleslegesen. Jó, rendben, köszönöm. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja a határozatjavaslatban. Mert a módosított, mert ugye a módosítottal írnak, amit a Gábor felolvasott. Egyhangú, igen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy egyebek napirendi ponthoz valaki valamit szeretne mondani, van-e valakinek bármilyen. Én odaadom hivatalosan is a jegyzőasszonynak, amit küldtem. Nem tudom ezzel, hogy állunk. Elég, nem tudom, hogy mi milyen árat kaptunk, mint önkormányzat. Ez a leghülye biztosabb és a legegyszebb. Hát mondd mindent neked, hogy vedd le, kapcsold be. De az jó is, mert azért hát, nem lehet feltételezni mindenki mindenki. Nem, hát de... Attól fél, hogy nagyon sok az ára, meg csak az ára. Zsuzsival utána néztük, hogy nagyságrendileg az egyik nélkül volt, hogy szakemberektől nem tudorvosoktól, hogy ami Magyarországon forgalomban van, de defibrillátor általában mindegyik jó minőségű. Javaslatra azt mondták, hogy ha lehet, akkor a félautomatát válasszuk, mert akkor elkerülhető az, hogy működésbe lépés közben nem engedte a bácsinak a kezét, aki éppen újra kell éleszteni, és saját magát utiltjon vele. A félautomatánál ott figyelmeztet, külön rá kell tenni a kezét az embernek a gombra, úgy kell elindítani. Úgyhogy körülbelül ugye ezen a nagyságban az összes többiek is árban. Abban esetleg lehetne gondolkodni, hogy ha
nem egyetlen kettő tudnám beszerezni, ahogy beszéltünk is eredetileg róla, hogy az RGRVC-hez vagy a Presszóhoz kiadni más akkor esetben be nem áll engedményt elérni, és akkor végolcsók lenne. Van még néhány szépen, hogy Igen, a Resztánál 400 ezer bentóban maga a készülék, és akkor arra jön még a burkolat. Már az automata és a félautomata is ennyi, de az automata az, az laikusoknak nem, nem jó. Tehát az automata az a tűzoltóknak, a rendőröknek jó. Tehát a félautomata per, és a Resztánál ennyi a külső burkolat, meg a kiépítése, azt nem tudom. De ők Szentendrejjel most költöznek a harmadik kerület, vagy a Békáshoz, de még ott vannak. Ezek olasz cég? Igen. Ők adták a rendelőnek is amúgy a defibrillátort, szoktak adományozni is, de az adományozást azt csak akkor csinálják, hogyha nagyon nagy sajtó visszhangja van. Tehát, hogyha kijön az államtitától kezdve mindenki, akkor már még rendjen kapott egy ilyen átadást, ők ajánlották fel. Tehát ha tudunk nagy csinadra, tehát akkor Resztában lehet tárgyalni, van egy alapítványuk, és nem utolsó sorban a fenntartást is az az alapítvány fizeti, tehát az akkumulátor, amire azért kalkulálni kell, mert meg a napi vagy kétnapi szintű ellenőrzését, hogy működik-e. Tehát hogy azt nem kell oldani, hogy ezt minden nap vagy két napot ránézzenek, hogy visszajelző, az működik-e az. De hát, hogyha meghibásodik a defibrillátor, azt is le kell jelenteni, hogy mondjuk az egyik nem működik, tehát ennek van a biztosító feladata. Jó, hát ez van. Jó, ezt csak azért mondom, hogy... Az extra jó, hogy van egy Anamet nevezető cég, ő a vitrétikust forgalmaz, a GE Health forgalmaz még defibrillátort. Nálunk mind a kettő van, az egyik a kardiológiában, a másik az egynaposon, mind a kettő jó. És talán ez a három vagy négy cég van, aki forgalmaz összvizt. Ennek egy pozitívuma, mert nem vagyok a barátjuk, meg semmi, ők egy magyar cég. Magyar alapanyagokkal, magyar fejlesztéssel. Az is jó, tehát teljesen nekem is, én azt mondom, hogy tényleg a túl nagy különbség árakban nincs. Kivéve a gyengbakjuk persze, de azt kell tényleg megnézni egyenként, hogy teljesen laikus ember, hogy tudja azt kiképzik. Tehát ez úgy van, hogy amikor kihelyezik, akkor szoktak tartani, például mondjuk az orvosi rendelőnél van, akkor a PR-társoknak mindenkit össze szokott hívni a cég, és megmutatja, mert van nekik egy demójuk, és ki lehet próbálni. Amúgy mindent mond, és... Persze, tudom. Ez tényleg olyan, hogy nyom meg, húzd ki, vedd elő, tedd rá, fordíts ide. Igen, hogy a félautomata az, amelyik mondja, hogy hagyja le mindenki a beteget, és nyomja meg valaki a gombot. Az automata ezt nem teszi meg, hanem rögtön sokkol. És ugye, hogyha nagypapa kezét még fogja a család, akkor mindenki kap belőle. Mert nem húzzák meg, ugye víz van, mondjuk, hogy valami, tehát hogy ez nem szabad. És ezért semmiképpen nem ajánlják a teljes autókat. A megösszakos szerintem mindenféleképp legalább egy-két olyan napot kell találni, amikor ezt a képzést lehet. Az OVNS-szel is lehet beszélni, az Országos Vízi Mentőszolgálat, ők nagyon profik ebben. Tehát a Bagyósán még meg kellett mondani. Mi egy helyen ülünk a vízvérnél, amikor van ez a kuratórium ülés, őt meg tudom kérni, hogy akkor jöjjön neki. Kik is kijön, hogyha kell. Hát a gyártók is kijön. Jó, hát neki is, hogyha és a gyártó is akkor kihelyezik. Ez csak azért jó, mert tehát most nem egymást licitálva, hanem akik az életmentésre foglalkoznak, akkor tényleg az újraélesztést is még mellé teszik, tehát nem csak azt a technikai részt, hogy akkor hogyan kell így bármilyen az állam. Nem, ezt tényleg tök jól meg lehet csinálni, és egy ilyen nagyon megnyugtató, biztonságos dolog lehet, hogy tudják az emberek, hogy van egy ilyen
hogyha mind a két helyszínre jutunk, az mind a két helyszín olyan, hogy víz mellett van, közösség, igen, tehát hogy ugye az a lényeg, hogy egy két percen belül elérhető legyen, mert akkor van értelme, mert ugye két perc oda, két perc vissza, akkor az még jó percen van. Az még igen, ha valaki gyorsabb. Igen, tehát ez addig lehet alkalmazni a maszkát. Jó, oké. Akkor kérdezem, még valaki egyebek? Hát akkor... Végkezdtem a bizottság.